Az Európai Bizottság kiemelten fogja támogatni többek között Pécset is a 2030-as klímacél elérésének érdekében. Ezt jelentette be az önkormányzat. A bizottság 377 város közül 100 európai települést választott ki a klímasemleges és okos városok programjába, amelybe három magyar is bekerült, Miskolc és Budapest mellett a Baranyai megyeszékhely. Az összességében 360 millió euróból megvalósuló program során a városoktól várnak egy átfogó koncepciót, amellyel az éghajlat semlegességet elérnék. A tájékoztatón Ruzsa Csaba alpolgármester hangsúlyozta, hogy ehhez széles együttműködésre van szükség. Szeretnénk olyan kezdeményezéseket megfogalmazni benne, amelyek később másoknak is például szolgálhatnak. Nagyon leegyszerűsítve klíma szerződést szeretnénk kötni sok szereplővel együtt ősszel. Tehát a bizottság felé tett vállalásaink összességét egy szerződéses alapon kell megfogalmaznunk. Ebben nem titok, hogy szeretnénk, hogy ugyanúgy a civil szervezetek, a pécsi cégek, KKV-k, nemzetközi cégek is ugyanúgy az egyetem szereplői vegyenek részt benne. A program keretében egyébként közvetlen támogatás érkezik a városba az uniós kasszából, amit többek között a tiszta mobilitásra, az energiahatékonyságra és a zöld várostervezésre lehet költeni, tette hozzá Ruzsa Csaba. Mint mondta, a pécsi pályázatban több fontos célt is kitűztek. Egyértelműen CO2 kibocsátás csökkentést, tehát 47,4%-kal a város klímastratégiájával összhangban. Ugye 150 ezer tonna CO kibocsátás csökkenés per év, ugye ahogy utaltam, ebben mind lakossági, vállalati és önkormányzati célok vannak. Nulla közeli kibocsátás a közösségi közlekedésben és az energiafelhasználásban. Így gyakorlatilag további 11-20%-ára szeretnénk csökkenteni az emissziót 2030-ig. Ehhez egyebek mellett olyan projektek tartoznak, mint az elektromos buszok beszerzése, nagyobb zöld felületek kialakítása a városban, a hulladékgazdálkodás modernizálása, vagy éppen a közvilágítási rendszer ellátása megújuló energiával. Az eseményen hangsúlyozták, hogy ebbe a folyamatba be kell vonni a lakosságot, a kutatási szervezeteket és a magánszektort is.